A választók bizalmából újabb 5 esztendeig a Perszok felágnás vezeti majd Tolna városát. Annak ellenére, hogy nagyon szoros volt a küzdelem, azt mondja, mindent megtettek a győzelem érdekében. Nem csak a kampányban, de az elmúlt ciklusban is. De a politika nem a háláról szól. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül nyugodt választási kampány volt. Ettől függetlenül én egy picit csalódott vagyok, mert hogy kevesebb szavazatot kaptam én magam is, mint 5 évvel ezelőtt. Ez nyilván nem öröm. De azt is tudomásul kell venni, hogy az embert van, aki szereti, és van, aki nem szereti. Van, aki a támogató pártot, történetesen a Fidesz-KDNP-t, van, aki támogatja, van, aki nem támogatja. Összességében azt kell mondanom, hogy a pártokra leadott szavazatban mégiscsak a Fidesz óriási elő vagy fölénnyel győzött egyébként itt a városban is. Tehát a megyei listára leadott szavazatok száma, és összességében a Fidesz leadott száma nem volt kevés. Nagyon sok körzetben 2 jelölt indult, ami nyilván megnehezíti mind a kettőjüknek a helyzetét, hiszen csak 50% feletti eredménnyel lehet nyerni. Ez nem könnyű. Tehát itt nagyon sok körzetben 3, 4, 5, 9, 10, 20 szavazat volt az, ami eldöntötte, hogy a mandátumot ki nyeri. Minden esetre én azt gondolom, és ahogy nyilván már volt egy majdnem 10 nap arra, hogy átnézzük ezeket a személyeket, kik azok, akik bejutottak a képviselő testületbe, én azt gondolom, és remélem, hogy mindenkivel fogunk tudni ezután is együtt dolgozni. Tehát, és a kampány is azt sugallta egyébként, hogy nem gyűlölködtünk semmi, se az ellenfeleink, legalábbis azok, akik bekerültek a képviselőtestületbe, abszolút korrekt kampányt végeztek. Én azt remélem, hogy ez a testületben is így lesz. Nyilván azokkal a vezetőkkel, akik korábban, vagy azokon a képviselőkkel, akik korábban is képviselők voltak, én már személyesen találkoztam és egyeztettem. Most ők egyel többen vannak, mi egyel kevesebben vagyunk, de a Fidesz-KDNP-nek így is megvan a többsége ahhoz, hogy ezt a várost kormányozza, vagy vezesse. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül nem erőből fogjuk ezt a várost vezetni, bár megtehetnénk, azt is mondom még egyszer, mert a többségünk megvan hozzá, de én minden képviselő véleményére számítani fogok. Ha támogató vélemény, ha nem támogató vélemény, akkor is, de én azt kérem majd az alakülésen a képviselő társaimtól, hogy mindenki a helyzet komolyságával üljön le a képviselőtestületi ülésekre. Egyelőre az én terveimről tudok beszélni, mert nyilván az alakülésen fog eldőlni az, hogy mi lesz. Én arra teszek javaslatot, hogy egy alpolgármester legyen, egy főállású alpolgármester. Ugye korábban voltak külsős alpolgármesterek is, de tekintettel arra, hogy a mostani alpolgármesterrel, tehát én őt fogom javasolni majd a továbbiakban is, nagyon remekül tudtunk együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy egy 11 fős képviselőtestületben nem is nagyon van szükség arra, hogy 2 alpolgármester legyen. Egy alpolgármesterre teszek javaslatot, viszont 3 bizottságot fogok javasolni, amiben minden képviselő tag polgármesteren, alpolgármesteren kívül tag lesz. Tehát mindenki egy bizottságnak lesz a tagja, 3 bizottság, 3-3-3 képviselőtaggal és 2-2-2 külsős bizottsági taggal fog megalakulni. Újdonságként egy ilyen kvázi jogi bizottságot szeretnék létrehozni, ahova egy megválasztott jogász képviselőt fogok felterjeszteni, és 2 külső jogászt, hogy ők valóban egy szakmai jogi vitát tudjanak kialakítani már a megelőző döntéshozatalban is. Ugyanak a polgármesteri hivatalban remek jogászok vannak, de azért ma már nagyon, nagyon fontos az is egyébként, hogy nagyon jogilag a szerződések, az előterjesztések, a határozatok nagyon-nagyon pontosan legyenek megfogalmazva, tehát olyan szerződéseket kössünk, amiben aztán később például egy uniós projekt keretében nem lehet belekötni. Tehát én fontosnak tartottam azt, hogy egy igazi szakmai kontrollja legyen úgymond a hivatali előkészítésnek, és hát hogyha a képviselőtestület erre rábólint, akkor 3 kiváló jogász lesz ennek a tagja, úgyhogy én azt remélem, hogy segíteni fogják ők is
a képviselőtestület munkáját, és igazán szakmai szemmel nézik majd ezeket az előkészített dolgokat, akár szerződésekről, akár pályázatokról van szó. Tehát én azt szeretném, hogyha egy kicsit a Gazdaság és Területfejlesztési Bizottságtól átvennék ezt a feladatot, és akkor ők tudnának a területfejlesztést és a gazdasági dolgokra egy kicsit jobban koncentrálni. Én azt gondolom, hogy nagy dolgokat nem nagyon tudunk, és nem is nagyon látom értelmét annak, hogy nagy dolgokat létrehozzunk. Én inkább csinosítani szeretném a várost. Tehát én szeretném, hogyha a csapadékvízelvezetés, az utak, a járdák, a rossz állapotú járdák, függetlenül attól, hogy talán a kampány során elmondtam, hogy 8000 négyzetméter járdát újítottunk meg az előző ciklusban, de hát nyilván ennek a sokszorosa van egyébként, tehát én szeretném az utakat, járdákat egy kicsit jobban rendbehozni és csinosítani, tehát virágosítani, a parkokat egy kicsit jobban színesíteni, ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Aztán nyilván egy komoly feladat az is, hogy az intézményeinket megfelelő módon, akár anyagilag, akár szakmai módon tudjuk működtetni. Tehát az óvodák, a családsegítő központ reményeim szerint a majdani bölcsőde, amiről ugyan még nincs értesítésünk, de jó esélyünk van arra, hogy bölcsődét tudjunk építeni hamarosan. Van még vissza kettő pályázatunk, ugye a játszóház építése megkezdődött, és a kerékpárútnál pedig éppen most kerül az előzetes ellenőrzésre a közbeszerzési felhívás. Tehát azt is a következő évben meg fogjuk valósítani. Szeretném, hogyha az Alkotmány utcában levő egyelőre kerékpár nyomot egy picit ki tudnánk szélesíteni. Tehát vannak olyan feladatok, amik, még egyszer mondom, nem álomszinten, nem, mert hogy voltak. Az előző ciklusban ugye volt Dunapartunk, volt uszodánk, amiről korábban tényleg csak álmodni tudtunk volna. Nekem egyelőre ilyen nagy álmaim nincsenek. Nekem azok az álmaim és azok a terveim, hogy még élhetőbbé tegyük ezt a települést, még színesítsük egy kicsit a programokat, a fiatalokat egy kicsit jobban meg tudjuk szólítani. Én a magam részéről a képviselőtársaimat fel szeretném kérni arra, hogy egy kicsit vonjuk be a lakosságot is, tehát hogy ne feltétlenül itt a Városházán dőljenek el a dolgok, hanem egy kicsit menjünk ki az emberek közé. Ez borzasztóan nehéz egyébként, mert az embereket nehéz megszólítani. Sokszor még a feltett kérdésre sem válaszolnak, hanem csak inkább utólag mondanak jót vagy rosszat, vagy vélemény, jó vagy rossz vélemény. Tehát én azt szeretném, hogyha egy kicsit előzetesen is tudnánk tájékozódni, akár lakossági fórumok, akár közmeghallgatások keretében, de szeretném, hogyha ezen aktívan részt is vennének a tolnaiak.